Szeged Femina egyik csapat sem nyert még, a Szeged pontot sem szerzett, a Femina meg hát úgy szerzett háromat, hogy gyakorlatilag a zöld asztalnál. Egy remek szabadrúgás, kijön a kapusról, de aztán fölszabadítanak. Nézzük az ismétlést, Török Kitti, ezt már védte Földesi Lilien. Az első lehetőség a Femina előtt, aztán a fehérben játszó szegediek, egy lágy ívelés szabadrúgás gyanánt. Már a második félidőben járunk, sőt a meccsből csupán 10 perc van hátra, amikor Berhan Berhadett hagyja faképnél védőjét, és gurít a szegedi kapu jobb alsó sarkába, vezet a fővárosi csapat. A Dorog ellen lőtt utoljára ezt megelőzően gólt a Femina. Ott lemarad Szil Tünde, és aztán biztosan értékesíti a helyzetet Bernhard. De még nincs vége. 90. perc. Egy fejberúgási kísérlet, a sereként bejött Kanta találta el Szil Tündét, és 11-est ítélt joggal Bán Imre. Már-már győztesnek érezték magukat a rákospalotaiak, de jön a 11-es a sértett a labda mögött. Szil Tünde fut neki, és belövi a jobb alsóba. Érezte az irányt Molnár Eszter, de mint hiába. Kiegyenlít a Szeged, és ezzel a büntetővel megszerzi első pontját az idei bajnoki kiírásban. A Femina pedig újra nem tudott győztesként levonulni a pályáról. Szerettük volna megszerezni a három pontot, győzelmet szerettünk volna elérni a mai mérkőzésen, sajnos ez nem sikerült, de legalább egy döntetlen sikerült kihoznunk ebből, mert az ellenfél sajnos megszerezte a vezetést egy hiba miatt, de sikerült javítanunk. Hát nehéz ez után mit mondani, ezután a mérkőzés után. Az, hogyha lefutbolozza az ember az ellenfelet, még egy ilyen talajon is, ami szerintem alkalmatlan a játékra, de hát ezt nagyon jól tudjuk, hogy Szegeden mindig ez van. Ugyan aktívabb volt a mezőnyben a Femina nálunk a mai napon. Védekezésre kényszerített minket, de úgy gondolom, hogy ők sem mutattak semmi olyat, amitől ezt a három pontot el kellett volna vinniük tőlünk. Koncentrációban van, mi mindig gondolunk azt, hogy az utolsó percben ilyen hibát tudunk elkövetni, amikor az ellenfélnek sansza nincs a gólszerzésre, és tényleg egy lövés volt, amit a kapusnak védeni kellett, az is inkább ívelés volt. És azon felül nem lőnek kapura. Mi az egész félpályán letámadjuk, és ott vagyunk rajtuk, és tényleg a két szélső védőm is belép a támadásba, és ennek ellenére pontot tudunk ajándékozni az ellenfélnek, hát erről nehéz mit mondani.